Sziasztok, ez itt a Vegyél Jászág, itt első állomása, innen a Jászberényi Struccfészekből. Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a mai alkalom létrejöjjön. Gál Tibor pincészetének, Kamadósop Jászberénynek, a Struccfészek gazdaságnak, Gál András gazdaságának és a finom fűszereknek. És köszönjük szépen a mai videót Gyulavári Dánielnek és Lakatos Zoltánnak. Bozsambor vagyok, a kamadósop.hu tulajdonosa. Szeretném nektek röviden bemutatni ezt a különleges faszenes grillezőt, a Kamadót. A legfontosabb előnye a forma, ez a speciális forma, ami miatt különleges sütési technológiára lehet használni, legfőképpen alacsony hőfokon, lassan, például barbekű sütésre. Ezen felül normál grillezőként is tudod használni, illetve pizzasütésre, tehát ilyen mini kemenceként, kemencés ételek készítésére is. Ami érdekes, hogy például pizzasütésnél igazi olasz pizzát tudsz készíteni 350-400 fokos hőmérsékleten, kívül ropogós, belül puha. A Kamadó használata nagyon egyszerű, csak betöltöd a faszenet, begyújtod, és az alsó-felső szellőzővel beállítod a szükséges hőfokot. Igen, izzó faszénnel fűtött sütő, de mégis be tudod állítani a szükséges hőfokot. Sőt, egy betöltéssel akár egy teljes 8-10 órás barbekű sütés is végvihető, faszén utántöltés nélkül. Ez mind a speciális vastag kerámia testnek és a formának köszönhető. A legjobb, amire Kamadót használhatod, az a barbekű. Faszénnel és füstölőfával brutálisan jó, igazi amerikai barbekű ételeket tudsz készíteni. Marhasze, egy oldalas grill csirke és sok-sok más lassú tűzön sült ételt, kb. 110-130 fokos hőmérsékleten. Belül isteni szaftos, kívül egységesen sült fűszerkérek lesz kiváló. A technológia másik előnye, hogy ezzel nem csak nyáron, hanem egész évben télen is tudsz sütni. A kamadósop.hu oldalon minden szükséges információt megtalálsz a Kamadóról, a méretekről, de igény esetén a bemutató termékben is személyesen megtekintheted. Várunk téged is az ügyfeleink között, jó sütést! Balogh Danát vagyok, a Struccfészek Farm egyik tulajdonosa. 2015 tavaszán kezdtük el a vállalkozásunkban az egyébben a tenyésztését, magyarul a strucc tenyésztését. Itt Jászberény külterületén, Jászberény és Nagykelta között 8 madárral kezdtük, jelenleg több mint 800 madarat nevelünk fel évente, és ami nagyon fontos, hogy a takarmányozásunknál nagyon odafigyelünk az egészséges takarmányozásra, tehát abszolút antibiotikum, GMO, ágyúgyászati készítmény mentesen neveljük fel a madarainkat, és ez a hús minőségét is befolyásolja. Ez nagyon jó, mert alapvetően a strucc hús is egy egészséges húsfajta, nagyon magas a vastartalma, nagyon alacsony a koleszterin tartalma, alacsony a kalória tartalma, és szinte teljesen zsírmentes húsról beszélgetünk. A mai napon egyébként egy úgynevezett felső combfilét, egy úgynevezett fant grilleztünk itt a mai eseményen. Itt még látható lent a maradék, amit a stáb még meghagyott. Ez a legizgalmasabb része a strucznak. Én ezt lehet, hogy szubjektív, de én ezt szeretem a legjobban. Ez átlagban egy másfél kilós hús darabocska, ami hát a vathúsokhoz hasonlít a legjobban, egy vörös húsról beszélgetünk egyébként. Amit még talán izgalmas elmondani róla, hogy nagyon magas a víztartalma a húsnak, ez a sütés folyamán abszolút befolyásolja az ízélményt.
hát különleges felkérés lehetőséget kaptam a mai napra. A Jászberényi Strucfészek nevű Strucfarmhoz kellett bort választanom. A Gál Tibor pincészetről bizonyára jó páran tudják, hogy Jászberényi értékeltség be is tartozik. A Jászberényi Kasza család a Gál Tibor pincészetben a csendes társunk, ezért azt gondolom, hogy az a felkérés, hogy egy Jászberényi ételt egy egri borral hozzunk össze, az igazán különleges és méltó párosítási lehetőség. A Gál Tibor pincészet 93-ban indult, úgyhogy egy kicsit több mint negyed évszázados múltra tekint vissza, és ez a borászatok életében ez viszonylag már komolyan vehető kornak számít. Nekem édesapám alapította a borászatot, sajnos ő már nincsen közöttünk. Én örököltem meg a borászatnak a továbbvezetési jogát, továbbvezetési lehetőségi tegerben. Kicsit több, mint 35 hektáron gazdálkodunk, és egy egri borászatra jellemző módon viszonylag sok fajtával, 18 szőlőfajtával foglalkozunk. Az egri borvidékre alapjában véve jellemző a színes fajtakör, nem csak fehérben, hanem vörösben is. Néhány évvel indult az a típusú gondolkodás, hogy mi lenne, hogyha nem önálló fajta borokat készítenénk, hanem elkezdenénk házasításokat készíteni, ami azt jelenti, hogy különböző szőlőfajtákat különböző időpontban szüretelünk, külön érleljük őket, viszont az év egy bizonyos szakaszában, amikor kiérlelődtek a borok, azután elindítunk egy úgynevezett házasítási folyamatot, amikor ezeket kicsit úgy, mint a parfümőrök vagy a kávé blenderek elkezdik összeházasítani a különböző szőlőfajtákat. És az egyik legjellemzőbb ilyen fehér házasítás az egri csillag, amiben mi élen járunk a kezdetük óta, viszont a mai napnak a különlegessége az, hogy struchúshoz kell bort párosítanom, vagy bort házasítanom. Ez egy, ami húsétel készül, az egy struc felső comb filé. Egy kicsit jellemző rá, ha valaki még soha életében nem kóstol struchúst, hogy hasonlít a vadhúsokhoz, talán az ilyen ősszarvashoz az íze, és én azt gondoltam, hogy az egri bordékre legjellemzőbb vörös házasítást, egy egri bikavért mutatnék be mellé, mert ahogy kóstolgattuk itt a többiekkel az ételt, azt vettük észre, hogy az egri bikavérnek a fűszeressége, savassága az, ami a leginkább kiemeli a struchúsnak az ízét. Ezért egy 2017-es Egri Bikavér Superiort hoztam, ami a pincészetünk egyik zászlós bora, az egyik legfontosabb borunk. Ez 7 különböző szőlőfajtának a házasítása. Az egri borvidéken a szabály azt mondja ki, hogy az egri bikavérnek kék frankosnak kell lenni az alapjának, úgyhogy ő egy kék frankos alapú házasítás, ez több mint 40%-ban határozza meg ezt a 17-es bikavért. Ezen kívül található benne Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Syrah szőlőfajta, Merlot, Pinot Noir és egy kevés kadarka is bekerült a házasításba. 2017 az egy zseniális évjárat volt, nagyon komoly beltartalmi értékkel rendelkező borok, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a struccomnak méltó kísérője ez a 2017-es Bikavér Superior.